Megtévesztette a pártját és a közvéleményt, ezért zárta ki az MSZP Bangoni Borbélyi Ildikót, miután kiderült, hogy nincs diplomája. Bangoni Borbélyi Ildikó azt állította, hogy a Budapesti Gazdasági Főiskolán szerzett közgazdász diplomát, a felsőoktatási intézménynél azonban ennek nincs semmi nyoma. A képviselőim már volt pártja, azt írta, elítélik azokat, akik a követelmények megkerülésével azok nem teljesítése mellett próbálnak diplomához jutni, vagy nem létező végzettséggel élnek vissza. Bangóné Borbé Ildikó az iskolai végzettségével kapcsolatban megtévesztette a közvéleményt és a Magyar Szocialista Párt közösségét, írta vasárnapi közleményében az MSP. A tájékoztatás szerint Bangóné Borbé Ildikó a továbbiakban már nem tagja a pártnak, a parlamenti választáson sem indítják, és felszólították képviselői mandátuma visszaadására. Milyen súlyos a helyzet? Az MSP országos elnökségének intézkedése annyira rapid volt, hogy Bangónét már az MSP.hu portrétárából is törölték. Ő maga pedig sem a közösségi oldalán, sem e-mailben, Üdvözöljük, ön a postát hallja. sem pedig telefonon nem elérhető. Mindez azok után történt, hogy a Mandiner közérdekű adatigényléssel fordult a BGF jogutódjához, a Budapesti Gazdasági Egyetemhez, hogy megtudják, Bangóné járt-e a Gazdasági Főiskolára, és ha igen, mennyi ideig, és kapott-e ott diplomát. Az egyetem azt válaszolta, tanulmányi rendszerük archívumában semmilyen adat nem található a szocialista politikusról pedig Bangóné Borbély Ildikó a parlament.hu oldalán konkrét adatokat szerepeltett magáról. Ez szerint végzettségek közgazdász, diplomáját a Budapesti Gazdasági Főiskola, gazdasági és menedzsment karán szerezte meg, még 2013-ban. Kapcsolj már ki! Ja? Okay. Erős kép lenne, hogy lefekszünk a lépcső elé, és talkorral rakjuk a kezünket. Mm. Jó! Bangóné nem csak a diplomájával kapcsolatban hazudott, hanem akkor is, amikor 2018. decemberében több szövetségesével együtt behatolt az MTVA székházába, ahol mindenáron el akarták érni, hogy a biztonsági személyzet fellépjen velük szemben. Miután semmilyen nem történt, a közösségi oldalaikra megrendezett, hazug jeleneteket készítettek, fetrengéssel, mászással, műesésekkel. Én Simon András vagyok, és vendégeim a stúdióban egy jogász, aki újságíróként dolgozik, egy közgazdász, aki politikusi pályára készül. 2021. februárjában az ATV egyik műsorában ugyancsak gazdasági szakemberként mutatták be a Momentum elnökségi tagját. Hajnal Miklós akkor nem helyesbített, sőt, a baloldali összefogás hegyvidéki jelöltje egyik önéletrajzában közgazdászként hivatkozott magára, írta meg akkor a Mandiner, miközben a politikusnak csak középfokú végzettsége van. És bár később hajnal sajnálkozott ezen, a lap arra emlékeztetett, a momentumos politikus így mindössze egy nemzetközi érettségivel tölti be a BKK ZRT felügyelőbizottsági elnöki posztját, havi bruttó félmillió forintért. Van vizsgája? Van. Karácsony Gergely korábban egy interjúban állította azt, rendelkezik nyelvvizsgával, ám a sajtó feltárta, csupán egy lektorátusi papírja van erről, nem pedig államilag elismert bizonyítványa. Azt szeretném mondani önnek, hogy szégyelje magát. Miért is? A főpolgármester arról sem mondott igazat, hogy doktori fokozattal rendelkezik. Holott korábbi önéletrajzaiban, 2013-ban és 18 ban is ezzel kampányolt. Miért késett napokig igazra, hogy bevallja, hogy nincs doktoria? Szerintem álljon meg egy percet. Az oktatási hivatal ősszel azt állapította meg, hogy nyelvvizsga hiányában egyeteme jogszerűtlenül alkalmazta a későbbi főpolgármestert tanársegédként és adjunktusként is.